Na, sziasztok, Mekkendi család. Itt van újra Siófokon. Kibéreltünk egy apartmant. Mutatom is, hogy mi ez. Ott a kis vasunk. Bent. Van hátul egy ilyen kis kert. Két kocsi beállóval, de nekünk csak egy van. Ez is egy Suzuki, mert a mi autónk ott a grillező. Egy hátsó terasz. És akkor menjünk be az ingatlanba. Jó, olyan izgalmas. Na, jövök. Na, itt van egy ilyen kis előkávézó, úgyhogy a kis vasak ott várnak, nagyon frankó kis kávézóhely, bent. Ó, ki ez itt? Hello, Mekkenti! Azt a 700-át! Klímás helyiség mindenhol, nagyon kis frankó, nagyon kis fasza, remélhetőleg elférünk benne. Ja, szól a zene, hosszú. Ja, bent a lámpába. Na, nézzük a konyhát. Hello, szia! Ó, ott is az étel, álljon meg egy kicsit. Ó, egy kis lecsós, mi ez? Lecsó is brassol. Lecsó is brassol. Igen, igen. Na, itt a konyhánk mosogatógéppel felvértezve. Itt az egyik szoba, bent az egyik faszakis ágyjal. Fürdőszoba. Minden, ami kell, megvan benne. Illetve egy WC, ahova királyi segedő járnak. Na, gyerünk, nézzük meg fönn az emeletet, Ármin. Micsoda illat. Gyere, ja, kint, nézzük meg kint, jó. Ugye itt a hátsó rész. Itt fogjuk az ételek nagy részét szerintem elfogyasztani. Ott a kis vasunk, amit már mutattam, a grillező. Na, menjünk fel. Fönn vagy, kismeg? Már megyek. Egy gyors bejáráson vagyok. Oké, és akkor nézzük. Itt van még egy szoba. Ez is klímázva van, illetve a lényegi része az Árminnak, a gyerekszoba. Emeletes ágyal. Hello, szia, Meki! Csácsumi, ez a beszéd. Jó kisúgos. Na, amit tudni kell még, hogy a Balaton ott van. Tehát egy maximum 100 méterre van tőlünk a Balaton. Úgyhogy nagyon frankok is elfogtunk ki. Na, gyere, nézzünk meg lent. Akarok egy kis pár szót még. Gyerünk lefele. Különben is nem van a kávém. Hú. Csak elférünk hárman, nem? Na, gyere, Meki! Ú, baszki, már lehabosodott a kávém. Na, hol vagy, Ármin? Jön a fiatalember. Na, ez az, leülök a páholyomba. Legyen szíves, fiatalember, enne legyen a fejem. Vegyen fel engemet, ezt a nagy fejet. Hú, voltak, mit hova lehet volna? Ja, bicikusek. Na, nagy vonat az egész szállásról, nagyon helyen helyezkedik el. Nagyon jól sikerült kibérelnünk ezt a kis ingatlan, és amit tudni kell még, hogy valóban nagyon drága a Balaton, és tényleg csak a gazdagék járnak ide, lehetne ezt mondani. Árminak rengeteg allergiája van, mi nem mehetünk el úgy, mint ahogy egyik évben kint voltunk Törökországban, mert másfél napig szinte a gyerek nem tudott mit enni, mert nem tudtuk, hogy mi van az ételben, amely allergiás. Itt sütünk, főzünk, és igen, lehet, hogy a Balaton 1000 forint egy kukorica, de mi Paksonon időben vásároltunk. Itt van 20 csémébe, vagy 20 nem tudom micsodával, kaját hoztunk, minden, csavarunk, fürdünk, lesznek még videók. És mondtam, a nyerek a lottó lesznek kellek. Úgyhogy mindenkinek jó nyaralást, kikapcsolódást, sziasztok! Ez itt a Mekkendi család.